Egy bajai család sikere az, hogy Vő Viktor és Vő Kornél bemutatkozhat a motorcsónak Forma 1 előszobájának számító F1 H2 nemzetek kupájában. De mekkora is ez az előszoba, és hogy vajon milyen út vezet oda? A stúdióban Vő András csapatvezető és Vő Viktor, valamint Vő Kornél motorcsónak versenyzők. Jó reggelt kívánok, uraim! Jó reggelt! Hát gratulálok, hogy eljutottak ide, azért ez egy óriási dolog. Pláne úgy, hogy azért nyugodtan mondhatjuk, hogy voltak persze sikeres korszakok a magyar motorcsónak életben nemzetközi szinten, de aztán egy hatalmas szünet következett. És ehhez képest most itt vannak önök. Ez hogy sikerült? Igen, ez így van. Hát gyakorlatilag mi 2001-ben kezdtük el azt a sportot, de kvázi tudatosan készültünk arra, hogy egyszer valamilyen szinten a legmagasabb kategóriába tudjunk versenyezni. Uh-huh. Én annak idején a srácokkal ezt megbeszéltem, hogy próbáljunk normálisan egy sporttal foglalkozni, akkor lesz eredménye neki. Uh-huh. És miért pont erre, hát hogy mondjam, azért viszonylag drága, nem kis költségvetésű, ám bátor, igen nehéz és veszélyes sportra esett a választás? Ez így van. Nem tudom, talán családi vonás, hogy mi nagyon szeretjük a technikai sportokat, uh-huh. azt gondolom, de azért amiből baja... egyik sem olcsó, tehát az anyukor bármelyik felé kacsingatna az ember. Igen, de azért baja a motorcsónak sportnak az egyik fellegvára, és szépen jöttek sorba az eredmények. 2009-ben elértünk egy világbajnoki bronzérmet Floridába. Uh-huh. Onnantól kezdve gyakorlatilag a megvalósítás volt a cél, hogy minél előbb oda tudjunk jutni a Forma 1-hez. Uh-huh. Fiatalok, hadd kérdezzem meg, hogy ez teljesen természetes volt, amikor ez szóba került, és ezek szerint a családi kupak tanácsban elhangzott az, hogy jó, akkor próbáljunk valamire koncentrálni, hogy akkor ez a tulajdonképpen a vízi sportok közül is ez a nagyon-nagyon veszélyes, és igen, hát hogy is mondjam, sebes dolog lesz a motorcsónak versenyzés? Hát mivel bajának ez az egyik fénypontja a motorcsónak sport nyáron. Uh-huh. Úgy gondoltuk, hogy ebbe a sportba kell elindulni, de ez is tetszett nekünk, meg amúgy is vízi emberek vagyunk, sokat futunk a vízen. Uh-huh. Tehát ez teljesen természetes volt, akkor ezek szerint, ha a testvér is, akkor te is, ugye? Így van, ez volt a legkézenfekvőbb. Uh-huh. Ugye azért beszéltünk, hogy nem egy veszélytelen dolog, és ha jól tudom, itt olvasgattam ugye a pályafutásotokban, hogy azért elő-elő is fordult, hogy egy-egy nagy megméretetése már rögtön mondjuk az első nekifutásra egy viszonylag nagyobb esést követően, de sérülés nélkül tulajdonképpen csak vizesen sikerült kiszállni a hajóból. Ezek nem szegik az ember kedvét úgy nagyjából még azért a sportág elején? Nem, inkább még bátorít is. Komolyan? Persze. De Bert? Mert még jobban oda kell figyelni azokra a dolgokra, meg hát a hibáiból tanul az ember. Igen, ez így most nagyon jól hangzik, de ez akkor is így lenne, hogyha az ember azért mondjuk, mit tudom én, a kis ujját odaverni? Hát szerintem igen. Guido Capellini mondta, hogy ő, amikor elkezdte ezt a Forma 1-t, ő nagyon sokszor esett, ugye most már 10-szeres világbajnok, tehát az esésekből megtanulja az ember, hogy lehet menni, és hát 10 VB-t összegyűjtött a formányba. Megpróbáljuk mi is. Igen, nem rossz, nem rossz. Ha ez a végcél, legyen így, én nagyon szívesen ünnepelek az urakkal minden évben együtt, amikor van egy újabb világbajnoki cím. Picit azért komolyabbra fordítva a szót, tényleg, amikor az ember nem csak csapatvezetőként, hanem apaként tekint a gyermekeire, és mondjuk arról beszélünk, hogy egy technikai sportág, akkor hol tudjuk behatárolni mondjuk így a veszélyességi skálán ezt a műfajt mondjuk más technikai sportokhoz képest? Hol helyezhető el? Hát én azt gondolom, hogy a motorsport, vagy az autósport az ugyanilyen kategóriába sorolható, mint a gyorsasági motorcsónaksport. Talán annyival kicsit veszélyesebb ez a dolog, ugye, hogy vízbe van, hogyha az ember fölfordul, akkor onnan menekülni kell minél gyorsabban. Tehát az első dolog, hogy az ember megtanítja a versenyzőit, a gyerekeit arra, hogy hogyan lehet mondjuk kényes, vagy nehéz, vagy veszélyes szituációkba kimenekülni? Pontosan ez nagyon fontos része a dolognak, hogy nem szabad neki megijedni abszolút. Azonnal kell tudni azt, hogy neki mit kell csinálni. Tehát, és ez nem is tévesztenek ebbe a dologba azért. Értem. Tehát akkor tulajdonképpen ezekkel az alapokkal, ezek az ABC első betűi, ezekkel indulnak el, tehát ebben a tekintetben úgymond már nincs komolyabb aggodalom. De azért beszéljünk a dolog egyéb nehézségéről is, de azért ez egy elég költséges műfaj. Ugye, ha jól tudom, akkor most úgy tűnik, hogy ezzel a bizonyos versenysorozattal tényleg be lehet lépni valóban abba a bizonyos előszobába. Egy olasz promóter ugye nagyon sok mindenben rendelkezésre áll, ugye elsősorban a technikai háttered, de azért a technikai háttérnek mondjuk az emberi részét, tehát ugye azt, ami a csapatot és a szerelőket illeti, az az önök költsége, amennyire olvastam. Így van. Gyakorlatilag a teljes csapatot azt mi adjuk. A promótőr
biztosítja nekünk a felszerelést. Uh-huh. Ez óriási lehetőség számunkra. Ez 100 milliós nagyságrendű uh-huh. dolgokat kapunk gyakorlatilag a 6 versenyre, ahhoz, hogy végig tudjuk csinálni a Nation Cup-ot. Uh-huh. Ugye ez nekünk nagyon fontos, mert a szuperlicensznek a megszerzése, és utána azonnal a Forma 1. Igen. Tehát gyakorlatilag nincs más, ezt végig kell csinálni, és utána belépni a Forma 1-be. Elképesztő. Ez tényleg nagyon közelnek tűnik most már ez a dolog. Karnyújtásnyira van, de ha jól értem, akkor azért ezt a 6 futamot ezt jól kell teljesíteni. Ugye ebből lesz most egy ilyen előfutam, vagy bizonyos szempontból egy elő, ugye most? Igen. Tehát ez óriási nagy lehetőség, hogy mindjárt az első versenyen gyakorlatilag mi lehetőséget kaptunk arra, hogy beszálljunk. Ennek ez a két fiú tehetségének köszönhető alapvetően? Vagy azért a bajai sikereknek is, hiszen nagyon tudom, hogy már évek óta nagyszerű versenyek. Így van. Közlek. Tehát én azt gondolom, hogy a 2009 óta, hogy amiket mi végigvittünk, az is hozzátartozik ahhoz, hogy ilyen sikereket, vagy ilyen lehetőséget kaptunk, hiszen a San Germán úrnak nagyon fontos Magyarország, nagyon fontos Közép-Európa. Ez a Forma 1-es cirkusz nem csak arról szól, hogy csónakok mennek a vízen, hanem hihetetlen nagy média, hihetetlen nagy felhajtás veszi körül. Nagyon fontos az országnak, imidzsnek, nem beszélve a turizmusról. Hát jól értem, az, ami a Hungaroringen zajlik, ez víz szempontjából Baján történik, vagy történhet meg a továbbiakban. Így van, így van. Tehát esetenként 80 ezer ember ül végig a padokon és nézi végig ezeket a versenyeket, és körülbelül 1,5 milliárd ember nézi végig egy évbe, vagy jut el gyakorlatilag az emberekhez. Tehát hihetetlen számokról beszélünk. Igen, fantasztikus. Urak, hadd kérdezzem meg, hogy mitől függ az, hogy valaki sikeres lesz ebben a műfajban? Milyen típusú tehetség kell hozzá? Tehát vasalt idegrendszer, vagy nem tudom, tehát, mert ezek szerint kiderült az elvára korábbi eredmények alapján is, hogy mind a két fiatal ember igen tehetséges. Hát igazából higgadtnak kell maradni, és teljesen arra kell koncentrálni, amit csinálunk. Nem szabad egy pillanatra se kihagyni, főleg a Forma 1-be, meg ugye a Nations Cup-ba is, ugye 200 km körül mennek ezek a hajók, 5 másodperc alatt vannak 100-on, nagyon ott kell lenni. Egészen elképesztő. Mik akkor a legközelebbi karnyújtásra lévő célok, ez a Nations Cup hadsorozatának a hibátlan teljesítése? Hibátlan és balesetmentes. Hibátlan és balesetmentes. Jó, legyen akkor ez az egy fejezet, amit most teljesíteni kell, persze nyilván ugye 6 komoly futamból áll. Nagyon bízom benne, hogy amikor megtörténik ez az átlépés a Forma 1-be, akkor ugyanitt leszünk, és tudjuk a beszélgetésünket folytatni, sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen. Nagyon köszönjük.